Ezzel a mondattal kezdődik Thomas Mann egyik világhírű regénye. A ti legközelebbi múltatok most az a néhány év, amit ennek a kollégiumnak a falai között eltöltöttetek. A visszatekintés mindig torokszorító feladat, de megpróbálom felidézni nektek emlékeiteket. Gondoljunk most együtt vissza a kezdetekre. Mikor beköltöztetek a kollégiumba, nem egy szorongó arcot pillantottunk meg. Valami új kezdődött a számotokra. Addig a családotok óvott benneteket, el sem tudtátok képzelni az otthon hiányát. Nem voltatok még önállóak, hiszen szüleitek gondoskodtak rólatok. Itt egy új világba léptetek be. Sok mindent meg kellett tanulnotok, amit eddig elvégeztek helyettetek. Környezetetek rendben tartása, dolgaitok intézése új feladatok elé állítottak benneteket. Aztán, ahogy telt az idő, új barátokra találtatok, kialakítottátok társas kapcsolataitokat, megtanultátok, hogyan kell másokhoz alkalmazkodnotok, hogyan kell közösségben élni. Lassan-lassan második otthonotokká vált a kollégium. Kollégáim, nevelőtanáraitok mindent megtettek azért, hogy minél kevésbé érezzétek családotok hiányát. Ne feledkezzünk meg azonban arról sem, hogy közösségünk szabályok szerint működik. Rend a lelke mindennek, ahogyan a régi közmondás tartja. Nem mindenki örült ennek, de remélem, belátjátok most már, hogy erre szükség volt. A helyes és pontos napirend kialakítása a felnőtt ember számára is nagyon fontos, hiszen káoszt, rendetlenséget teremt az életben, ha szétszórtak vagyunk. A kimenő, a tanulószobai foglalkozások, a szabadidő eltöltése ezért volt időhöz kötve. Számotokra talán a legnagyobb próbatételt a rendszeres tanulási kötelezettség jelentette. A szigorú ellenőrzés azonban a ti javatokat szolgálta. Nevelőtanáraitok arra törekedtek, hogy minden segítséget megkapjatok tanulmányaitok eredményes folytatásához. Büszkén mondhatom, hogy ennek eredményeképpen a kollégista diákok tanulmányi átlaga mindig felülmúlja az iskolai átlagot. A kollégium megtanított benneteket tanulni, és arra, hogy a diák számára a tanulás kötelesség. A tanultság a könnyebb és gondtalanabb élet záloga. Tudjuk, hogy a tizenéves ifjú ember számára ez még nehezen érthető, inkább lázad és a maga feje után szeretne menni, de ahogy fejlődik, egyre tudatosabban néz a jövőbe, és azt mondja, megérte a sok küzdelem, a kitartás. A tanulás ugyanis nagy erőfeszítéseket kívánó, komoly feladat. Az eredményt most itt, ti, magatok is látjátok, hiszen elhagyni készültök az iskolát. A kollégiumi életből azonban nem maradt ki a pihenés, a felhőtlen szórakozás sem. Arra törekedtünk, hogy szabadidőtöket minél tartalmasabb elfoglaltságok töltsék ki. Emlékezzetek majd a kerékpártúrákra, a versíró pályázatra, a megasztárra, az előadásokra, a közös főzőcskékre, szecskalvatókra, farsangi bulikra, karácsonyi műsorokra, meg annyi hasznos és szép időtöltésre. A kollégiumban barátságok, szerelmek is szövődnek. Jól esik látni, ahogy barátok, barátnők naponta és mindig ugyanazok indulnak a szakközépiskolába, vagy éppen az itteni tantermek felé. Látszik rajtatok az összetartozás, a kívülálló is tudja, hogy ti vagytok a koleszosok. A szobatársaitokkal hosszú időn át tartó barátságok születtek, hiszen sok minden összeköt benneteket, nem csak a tanulás, hanem magánéleti problémák bizalmas megbeszélése is. Most számot kell vetnünk, vetnetek, hogy kollégistaként hová jutottatok. Bízom benne, hogy elértük a közös célt, hogy birtokában vagytok azoknak az ismereteknek, amelyek feltételei az előttetek álló szakmunkás, illetve érettségi vizsgák teljesítésének. Remélem rendelkeztek azzal a tudással, amellyel boldogulni fogtok leendő munkahelyeteken,
vagy további tanulmányaitok során itt, illetve egy új oktatási intézményben. Hiszem, hogy sokat tudtunk nektek segíteni abban, hogy szeretni tudó, kitartó, becsületes felnőttek legyetek. Talán nem volt hiába való nevelőtanáraitok erőfeszítése és a ti fáradozásotok sem. Kedves ballagó diákjaink! Gondolataimat Hamvas Béla író filozófus szavaival szeretném zárni. Elbocsátlak téged is, mint mindenkit. Felelős vagy minden emberért, aki veled él, és el kell számolnod minden fillérrel, amit magadra költesz, minden örömmel, amit magadba zártál, és minden boldog pillanattal, amit magadnak tartottál meg. Most eredj és élj, mert a világ a tiéd.